Az idei évben is átfogó ellenőrzést tartott a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az eredményeket konferencián osztották meg a hivatásos tűzoltó kollégákkal. Az ellenőrzések célja nem a hiányosságok feltárása volt. A turisztikára fektettük a hangsúlyt, ezt mi is újponti témának szoktuk nevezni. Ebbe beleértettük a múzeumokat, a vasútállomásokat, a strandokat, tehát minden olyan, ahol turisták megfordulhatnak, azokat mind végellenőriztük. A mi megyénkben 96 ilyen célzott ellenőrzést hajtottunk végre, és közel 300 gyakorlatot bonyolítottunk le, ami egyértelműen előre viszi a megye tűzvédelmi helyzetének javulását. Az elvégzett vizsgálat eredményeivel egyértelműen elégedettek lehettek a szakemberek. Mi megyénkben, illetve a turisztika tekintetében egyértelműen megállapítható, hogy kitűnő a helyzet. Általában jogkövetőek az állampolgárok, és ez a statisztikában is nagyon jól megjelenik. Gyakorlatilag minimális az a káresemény, ami ezekben a létesítményekben előfordult az idei évben. A következő évben a tervek szerint a szociális intézményeket fogják középpontba helyezni a vizsgálatok során.